Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A szelektív gyomírtás első és legfontosabb alapvetése az az, hogy ismerjük meg az egyszikű és a kétszikű gyomokat. Azért kell tudjuk megkülönböztetni ezt a két családot, mivel az egyszikű gyomírtószerek azok csak az egyszikűekre, a kétszikű gyomírtószerek pedig a kétszikű gyomokra vannak hatással. A kétszikű gyomok felismerése talán a legegyszerűbb. A levélzetük teljesen más, mint a pázsité. Beszélhetünk itt akár kerek, szeldelt levelűekről, ovális, akár elnyúlt levélzettel bíró gyomokról. Általában, hogyha ránézzünk egy gyomra, és nem fű szála van, hanem levele van, akkor az gyakorlatilag már azt feltételezi, hogy kétszikű gyomról beszélünk. Az egyszikű gyomoknál már egy kicsit más a helyzet. Nem is azért, mert mondjuk ne tudnánk felismerni, hanem azért, mert nem minden egyszikű gyom szelektíven írható. Mivel a Puma Extra nevű készítmény az egynyári magról kelő egyszikű gyomokat képes írtani, tehát a tarackot és egyéb betelepülő fűtípusokat sajnos nem tudja már kezelni. Az ilyen egyszikű, egynyári magról kelő gyomoknál, például a muharnál és a kakaslábfűnél, az teszi egyszerű a felismerést, hogy levelük sokkal szélesebb, sokkal világosabb zöld, mint a fűjé, és növekedésükben sokkal gyorsabbak is, mint az alapállományunk. Ez egyébként az ő hatalmas előnyük, és ezért is kell kezeljük őket, mivel ez a növekedési ereje egyszerűen már olyan erős, hogy nagyobb területeket el tudnak hódítani a pázsittól, és a magok elszórása után ők kipusztulnak a területről, és nagy egybefüggő foltokat tudnak maguk után hagyni, amit utána a kétszikű gyomok nagyon egyszerűen el tudnak hódítani a pázsittól. Tehát az első és legfontosabb, hogy ismerjük fel a gyomoknak a fajtáját. A második, ebből következően, hogy a megfelelő gyomírtószert használjuk az adott gyomtípusnál. A harmadik pedig az, hogy választjuk meg a permetezés időpontját. A legideálisabb időpont erre a célra az nagyjából egy ilyen 20-25 fok környéki, erőteljesen felhős, már-már esőre álló időpont, hiszen ezen körülmények között a legnagyobb a felszívódása ezeknek a készítményeknek. Próbáljuk meg kerülni a tűző napot, a nagy meleget, akkor már 30 fok fölötti értéket mutatnak a hőmérők, akkor a permetezés időpontját a kora reggeli, illetve a késő délutáni órákra időzítsük. Nehezítő tényező nem csak a hőmérséklet lehet, illetve a környezeti viszonyok, hanem magában a gyomnak a felépítése is problémát jelenthet. Például a madár sóskánál a szőrös levélzet eltartja a permetszert a levél felületétől, és ezáltal megakadályozza a gyomírtószernek a felszívódását. Ebben az esetben érdemes addig permetezni ezt a növényt, amíg látjuk, hogy szépen csillog a permetszertől a növénynek a levele. De egyébként ez az összes többi gyomra is igaz, tehát nedvesítsük meg a levélzetet a permetszerrel. A másik ilyen tényező nem csak a levél szerkezete, tehát szőrössége vagy viaszossága lehet, hanem magának a növénynek a felszívási felülete is. Ugye ezek a gyomírtószerek a levél felületén szívódnak föl, és gyakorlatilag a madárkeserű fűnek a levélzete annyira kis felületet képvisel, hogy nem képes annyi gyomírtószer felszívódni a levélzetébe, amennyi befolyásoló tényezőként tudna jelentkezni a növény életében. Ezért az ő esetében érdemes a permetezést, hogyha nem kaptuk meg a kívánt hatást, akkor egy 4-5 napon belül megismételni, és ez már azért jó eséllyel tudja őt írtani. A kétszikű gyomoknál általában levéldeformációval kezdődik az egész történet, az egyszikű gyomoknál pedig azzal kezdődik, hogy a levélzet elsárgul, utána pedig szépen lassan elfonnyad, mindeközben lila, ilyen kerek foltok jelennek meg a levélzeten. Az egyszikű gyomoknál érdemes megjegyezni még azt is, hogy ha nem megfelelő időben kapjuk el, nem megfelelő fejlettségi fázisban, akkor egyrészt a gyomírtószernek a hatása csökken, másrészt jó eséllyel már elkezdtek kalászolni, és azt tudnunk kell, hogy a kalászban lévő magokra a gyomírtószer nincsen hatással, tehát a következő évek generációja az gyakorlatilag már biztosítva van. Érdemes permetezésnél odafigyeljünk, és ezeket a kalászoló növényeket külön kézzel kigyomlálni, hogy minél eredményesebb legyen a munkánk. A legvégére hagyva pedig muszáj megemlíteni a szelektíven ugyan nem írtható egyszikű gyomokat. A legnagyobb problémát az egynyári perje, illetve a tarack szokta okozni. Létezik egy olyan módszer, miszerint
egy ilyen folpakkal becsomagoljuk a növényt, mondjuk a tarackot, lefújjuk és aztán bedunsztoljuk, de gyakorlatilag ez is hagy maga után egy ekkora kört kiégve. Úgyhogy mi erre azt találtuk ki, hogy fogunk egy 5 literes gardona permetezőt, a fúvóka végére rágyors kötözőzünk egy háztartási szivacsot, tehát ezt a mosogató szivacsot, és a mosogató szivacs magába szívja a totális gyomirtószert, és ezzel kenegetjük azokat a foltokat, ahol a tarac vagy az egynyári perje felütötte a fejét. Ez is egy nagyjából ekkora kör kiégését fogja eredményezni, viszont sokkal hatékonyabb módszer, mint ez a folpakkal becsomagolós sztori. Az egynyári perjére pedig használjuk ugye ezt a szivacsolós módszert, illetve a Fiskarsnak van egy nagyon jó gyomkiszedője, ami gyönyörűen ki tudja szedni a fű közül ezt az egynyári perjét. Talán a hátránya az, hogy ő egy kis földcsomóval együtt szakítja ki a területről, tehát egy kis földutánpótlásra mindig szükség van. Összegezve a három fontos lépés az az, hogy ismerjük fel a gyomot, használjuk a megfelelő készítményt, és válasszuk meg a legjobb, legideálisabb permetezési körülményt. Ha ez a hármas összeáll, akkor siker fogja koronázni a munkánkat. Köszönöm a figyelmet, Tulipán Ős voltam, sziasztok!